Szép jó reggelt kívánok mindannyiótoknak, remélem jól látszom és jól hallatszom az éterben. Nagy kicsit még mindig ilyen elviszes a hangom, de már kifele megyek a náthából. Egyébként nem tudom, tudtátok-e, hogy maga a nátha, vagy ez a orfolyás, meg kröhécselés, ezt érdemes, vagy minden egészséges ember át kell menjen egyszer-kétszer egy évben. De ez nem betegség, hanem egyszerűen tisztul a szervezet. Na most én általában úgy ősszel, meg úgy tavasszal végig szoktam menni egy ilyen folyamaton. Csak az azért mondom nektek, mert úgy néz ki, mint a tavasz lenne, nem? Tehát írtok már ide egy, nem tudom, kommentet, hogy ti is úgy látjátok, mint hogyha már tavasz lenne, pedig én most január van. Ennek lesz jelentősége a mai tréningen azért, mert valahogy olyan érzetem van, ami márciusban szokott lenni, hogy úgy kezdődik valami, tudod, amikor így energiával kezdesz el föltöltődni, és amikor ilyen van nálam, hangsúlyozom az én tapasztalatomat mondom, akkor mindig végigmegyek egy ilyen tisztulási folyamaton, és ez a náthába jelentkezik nálam, és akkor szépen óvatosan kimegyek. Általában gyógyszer nélkül szoktam, mert nem szabad összetéveszteni az influenzát, a magával a betegséggel, és ugye nem kell rohanni rögtön a doktor bácsihoz, hanem megfelelő mennyiségű vitaminnal, jó kis zöldségekkel bőjtel, meg hogyha persze van olyan terméked, amit ugye árusítasz, lehet, hogy te is ott szét tudsz nézni a palettán, és nagyon jó erre egy sztori tud lenni belőle, ha van valami csodaszered, nekem is van természetesen. Most nem mutatom, mert azt mondjátok, hogy már megint el akarok nektek adni valamit, de azért ajánlom a különböző multivitaminokat. Network marketing berkekben nagyon sok fajta van, tehát az aloésoknak, a Herbalife-nak, a Nuskin-nak, aztán keressetek valami olyan termékest, aki tud nektek adni egy jó multivitamint, és úgynevezett visszautasíthatatlan ajánlatot fog neked adni, hogy megvásárolod, hogy helyrejázódjál egészségügyileg. És azért mondom ezt ilyen humorosan, mert ma egy olyan témát hoztam nektek, ami számomra az egyik legkedvesebb téma, és nagyon-nagyon sokat szoktam vele foglalkozni, ugyanis én networker vagyok, és én szeretek network fejjel gondolkozni, és szeretem boncolgatni azokat a problémákat, amik jelentkeznek network társadalomban, vagy network szakmában. És általában úgy van, nem tudom, te networker vagy, én most így főleg networkereknek fog beszélni ma, hogyha esetleg nem vagy networker is, úgy ez most így idegen számodra, akkor esetleg ki tudsz lépni innen. Viszont érdemes network gondolkodást átvenni, ha van egy saját vállalkozásod, mert gyorsabban tudsz előrelépni. Tapasztalatból mondom, nagyon sokan jeleznek vissza. Tegnap is volt egy hölgy, aki visszajelzett, hogy figyelj, Vili, én nem egy networker vagyok, viszont a te előadásaidból elkezdtem kicsippenteni magamnak, ami nekem úgy tetszik, és képzeljétek el, hogy elkezdett ez a hölgy különböző ilyen tudjátok, vannak ezek a patchworkok, a kézi munka, ami alapján elkezdett videókat készíteni, hogy ő hogyan csinálja az adott kézi munkákat. Ugyanazt a technikát alkalmazta mi, mint az üzletépítésben mi használunk, csak ugye nem termékekről volt szó, hanem erről a patchwork munkáról, a kézi munkáról, és egy nagy rajongói tábor alakult ki, aki az ő videóit követve egy csomó emberre lett így hatása az ő videói. Mi ez a nem sikerélmény? Nekem sikerélmény volt, mert láttam a boldogságot, vagy éreztem a hölgy írásából, hogy ő boldog attól. Tehát most én azért mondom ezt el, mert lehet, hogy te nem vagy networker, viszont tudok neked olyat adni, biztosan tudom, legalábbis most nagyképű leszek, de hidd el, tudok neked olyat adni, amivel föl tudod turbolizálni a saját életedet. Na, oké. Akkor még egyszer kikacsintok. Szia Laci, szia Tibi, szia mindannyiótok. Hívjatok be csoportba. Nyilvánosra tettem egyébként most egy darabig ezt a csoportot, azért, mert meg szeretném ajándékozni még egy nagy közönséget és egy pár furfanggal, mert folyamatosan kapom az instrukciókat, és teremtő azt üzente nekem tegnap, hogy figyelj, most tedd nyilvánosra. Aztán majd visszateszem titkossá megint, de most nyilvános. Úgyhogy akár ezt a videót is meg tudjátok majd osztani. Oké? Te nyugodtan hívjatok be ide embereket.
Szóval, fogok így még kröhácsolni, remélem nem fog zavarni benneteket, kicsit próbálom lazábbba tenni ezt a dolgot, tehát nem egy előadás. Na, oké, akkor kezdjünk bele. Ki az, aki közületek szeretne nagy üzletet? Hű, de hülye kérdés, nem? Mindenki. Viszont nagy üzletet egyetlen egy dologgal lehet elérni, ha ajánlani akarod ugye a te saját üzletedet. Ha már ajánlod, akkor hát tudod, mit kell ajánlani? Egy visszautasíthatatlan ajánlatot. Amikre azt mondják, hogy basszus, ezt nem tudom, nem tudom visszautasítani, én beszeretnék hozzá egy csatlakozni. Na, ki az, aki közületek, nyugodtan kommentek, ide szeretne egy ilyet? Tudod, így az igen ember így fölhív, és én szeretnék veled dolgozni. Ahhoz, hogy ezt meg lehessen érteni, ahhoz egy kicsit el kell időznöm, mindjárt mondok egy pár történetet, hogy képbe legyetek. Amikor én erre rájöttem, képzeljétek el, én olyan izgatott lettem, hogy feljártam a szobámban, nem igaz, hát ezt hogy nem mondták el nekem hamarabb? Már akkor 6 éve dolgoztam egy bizonyos cégnél, és hogy akkor tudom, amikor becsatlakozok, akkor sokkal gyorsabban fölépítettem volna a vezetői szintet. És a következő, és tényleg, te ne higgyétek el, hanem inkább kérdőjelezzétek meg, aztán próbáljátok ki, de most mondjuk mégis azt mondom, hogy ez hidd el, mert szerintem ez így van. Oké, mit akarok mondani? Amikor valaki becsatlakozik egy üzletbe, akkor a hagyományos tanítások mit mondanak? Azt mondom, hogy hagyományos, mert egy része már nem igazán így van, de azért elmondom, hogy mivel találkozol, hogyha becsatlakozol egy ilyen üzletbe. Ugye a szponzor jó kis rábeszélőkéjével téged becsatlakoztatott. És akkor mi az első? Ugye írjál névlistát, és elkezdi a szponzor a te segítségeddel, vagy az ő segítségével úgy végig gyűrni ezt a névlistát. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy na, ettől mindig elrótom, hogy hívjál el konferenciára embereket, majd ott megtudod a tudit. Tehát tudod, te is kaptam, hogy gyere erre a konferenciára, mert olyan emberek vannak, hogy meg fog állni az eszed, és akkor aláírod a szerződést. Tudod, tényleg ilyen hangzatos meghívó technikákkal. Na most, hát ugye tegyük fel, hogy el tudtak téged csábítani egy ilyen előadásra. Mi történik ott? Ugye bemész, leülsz, és akkor látod, hogy ott az emberek így jó kis zene van, jó hangulat van, mennek fel a színpadra, gratulálnak embereknek, van a termékbemutató, marketing, és akkor mindenki halleluja, nagy, de szép, meg jó, meg tipsi-tapsi, amitől sok embernek ugye már a videg is kirázza őket, én is így voltam először, amikor elmentem. Aztán valahogy átitatódik az emberekkel ez, de én mindig megmosolygom ezt, mert én úgy láttam, hogy ezt unják az emberek. Tehát nem szívesen járkálnak ilyen előadásokra, nem tudom te, hogy vagy el vele, vagy hogyha el is mennek ilyen előadásra, az mindig a nyüggel jár, és természetesen, hogy jól fogod magad érezni, mert átíthatódsz, te ott az ottani embereknek a rezgésével, így mondják az okosok, de mindig az, hogy hazajössz, aztán oké, de mi az Isten csinálják én mostan? Hogy mondod az asszonynak, hogy hol voltál, aztán a szerencsédben akkor nem szid le, milyen soká jöttél, vagy hogy anyósnak ugye elmondod a marketing tervet, akit komplet idiótának néz, meg egy csomó olyan dolog történik veled, ami miatt így lelohadsz, és akkor nem biztos, hogy mész tovább. És akkor mondják, hogy az esetek 90%-a, akik így elkezdik network marketingben tevékenykedni, hogy 90%-ig, ez magasabb is egyébként, valaki Géza barátommal beszélgető, 97% is, úgy nem tud sikeres lenni. Az a maradék 3%, azt pedig elmondom nektek, miért lesz sikeres. Azért, mert rendelkezik az a 3% egy bizonyos képességgel. Egy olyan képességgel, ezt hívják ilyen nagyon jó kisugárzásuk van ezeknek a vezetőknek, hogyha megnézitek így a nagyobb vezetőket, nagyon jó meggyőzőkéjük, nagyon jó az előadó képességük, humorosak, de valljuk be őszintén, hogy 100 emberből 3 körülbelül, aki ezekkel a
tulajdonságokkal rendelkezik. Ez így van, vagy nem így van? Hát, hogy csak én tapasztalom azt. Higgyetek el, 16 év Hörbalánf tapasztalatból láttam azt, hogy az embereknek tényleg csak az a 3%-a lett sikeres. Viszont tapasztaltam egy olyat, és már erről fogok nektek beszélni, hogy nekem nem kellett volna például 16 évet eltöltenem, hogy komoly pozícióba érek a cégnél, azon akkori cégnél, most már nem vagyok egyébként benne, hanem ezt pár hónap alatt is el lehetett volna érni, és nem tizen akárhány év alatt. Lehet, hogy azért volt ez nálam így, ezt is aláírom, mert nem volt olyan meggyőző kis. Nem tudtam beszélni. Lehet, hogy most is úgy gondolod, hogy nem tudok, nem volt a kisugárzásom, meg nem volt semmi olyan dolog, ami miatt csatlakozhattak volna az emberek hozzá. Volt egy jó sztorim, amit úgy kitaláltam, hogy hogyan kellene úgy előadni, és talán szerencsének köszönhetően, hogy úgy értem el komoly eredményeket. Ez igazi áttörés. Az ezután következett, amikor rájöttem, illetve inkább úgy mondom, hogy megmutatták azt a visszautasíthatatlan ajánlat koncepciót, ami teljesen megváltoztatta az életemet utána. 3-4 olyan céget építettem fel, ami 2000 főnél nagyobb hálózatot jelentett, és ez fél éven belül történt meg. Engem is lenyűgözött az eredmény, sőt az elmúlt hálózat, amit fölépítettem, az 3 hónap alatt 1800 fő volt már a csoportomba. És csak azért, mert tudtam adni egy koncepciót, egy visszautasíthatatlan ajánlatot. Most azért mondom ezt nektek el nagy tisztelettel, mert én szeretnék nektek egy ilyen sikerreceptet adni, amit nem én találtam ki, csak én a magyar viszonyokra kicsit úgy átfordítottam, érthetőbbé tettem, és én úgy gondolom, és már ez visszajelzések alapján így is van, hogy aki alkalmazta ezeket a koncepciókat, azok mind sikeresek lettek. Tudnék most neveket mondani, most nem teszem meg. Mindannyian, akik ezt alkalmazták, ettől egyik most a magyar nemzetköztársadalom online társadalom, inkább úgy mondom, krémjei most, jelen pillanatban a magyar piacon. És most azért kell ezt, hogy elmondjam így bevezetésképpen, mert nem tudom, hogy te milyen képességekkel rendelkezel. Tehát általában mondom az van, hogy menjél egy előadásra, ott jön a guru, majd elmond mindenféle jó dolgot, és akkor, hogyha neked a képességeid olyanok, akkor nagyon gyorsan tudsz fejlődni. Ha olyanok a képességeid. De ha nem vagy jó előadó, nem vagy jó, tehát nem vagy network marketing szakmatudósa, nem vagy fele gyerek, hogy vele született ilyen, akkor én megmondom őszintén neked, föl kell gyűrni a katyaszárat. Mert haza fogsz menni, és ha nincs ott ez a koncepció kezedben, én most csúnya dolgot mondok, el fogsz vérezni. Azért fogsz elvérezni, mert ugyan jó szponzorok vannak, megígérnek mindent, csak az a baj, hogy gyakorlatban az nem mindig így van. Tehát ugye mit tud megígérni egy jó szponzor, aki mondjuk nem ismeri ezt a koncepciót, hát azt fogja tud neked megígérni, hogy figyelj ide, hozzá össze emberekkel engem, és majd én elmondom helyetted az üzletet, hogy hozzá össze egy nagyobb rendezvényre embereket, majd én elmegyek, elmondom az üzletet, és ő ezt meg is teszi tényleg. De akkor miért van az, hogy nem tömegesen lesznek sikeresek a network marketingben? Nem gondolkoztatok még el ezen? Miért van az? Hát azért, mert nincs a visszautasíthatatlan ajánlat koncepció. Nem tudom, mennyi vagytok erre kíváncsiak, folytassam-e tovább, addig még így jönnek visszajelzések, majd iszok egy picit. Szóval, félretéve a tréfát, bár folyamatosan fogok tréfálkozni, mert szerintem nagyon humoros ez a dolog, és nem mesélek vicceket nektek, akkor ugye elalhattok. De most tényleg figyeljetek, hogyha úgy akartok sikert elérni. Szóval, fordítsuk meg a dolgot. Tegyük fel, hogy te most, jelen pillanatban, ott ülsz, magadba roskadva, így szidod a kormányt, meg
úgy el vagy úgy a dolgaiddal, ezt azt mondod, hogy a szomszéd földje is legyen zöldebb, hogy is mondjam, szomszéd fűje is legyen zöldebb a francban, mindenkinek megy az üzlet, csak nekem nem. És tudod, hogy elkezdesz szidni dolgokat, és neked mi lenne egy visszautasíthatatlan ajánlat? Tudod, így mi az, amire úgy lehidalna, és azt mondod, basszus, ezt keresem, gyerünk, csináljuk. Tehát én mindjárt elmondom. Tehát mi lenne az? Jó lenne, azt mondanám neked, vagy azt mondanám neked valaki, hogy figyelj ide. Megértem, hogy te ebben a helyzetben vagy, én is voltam ebben a helyzetben, de kaptam egy térképet. Egy GPS-t, egy olyan GPS-t, ami szépen végigvisz arra azon, hogy mit kell csinálja, azt kipottyantam, basszus, megoldódott a problémám. Szeretnél egy olyan ajánlatot, amikor végigvezetnek téged egy adott folyamaton, és végül te kipottyansz egy olyan csomaggal a kezedbe, ami megoldja a problémádat. Egy olyan pénzügyi zacskóval mondjuk, amivel azért úgy meg lehet élni. Higgyetek el, nem rizsázok, hanem rájöttem arra, hogy ha egy visszautasíthatatlan ajánlatot, ami egy GPS, adok az embereknek, akkor csatlakozni fognak hozzám, és végig csinálják azt, amit én mondani fogok nekik, lépésről lépésre fogják végigcsinálni, és csak akkor fogják abba hagyni ezt az egészet, ha ez nem működik, vagy találnak esetleg ennél jobb valamit, bár kétlem, mert ha van, akkor szóljatok, mert akkor én szeretném azt, de még most nem láttam ennél jobbat. Következő a dolog. Tök mindegy, milyen üzletben vagy most benne, tényleg tök mindegy, azért, mert mindegyikre rá tudod ezt húzni. Fogok majd egyébként olyan sorozatot csinálni, hogy építsd fel X üzletet, és akkor célirányosan arról az üzletről fogok beszélni, hogy hogyan lehet ezt fölépíteni. Következő a dolog. Amikor te kapsz egy olyan ajánlatot, ami megoldja a te problémádat, akkor csak akkor fogsz igent mondani, ha elhiszed, hogy te azt meg tudod csinálni. Ha meg tudod érteni, bele tudsz fektetni munkát, és végig tudsz menni a folyamaton. Egyébként nem. Tehát felejtsétek el azt, hogy gyere el egy konferenciára, majd azt megváltja a dolgaidat. Nem fogja megváltani, mert nem fogsz elmenni egy ilyen konferenciára, vagy ha elmész, és nem kapsz egy ilyen térképet, akkor szét fog foszlani a dolog. Vagy hogyha online konferenciára mész el, akkor meg nem fogod végighallgatni. Ha nem hiszed el, csak gondolkozz el azon, hogy a legutolsó online konferencián mit csináltál. Hát ugye így nézted, mi? Így nézted, és így elolvadtál attól, hogy miket hallasz, nem? Vagy nem úgy volt, hogy úgy kezdtél így beleízelődni, hogy miket mondanak, de aztán annyi információt kaptál, hogy így lesokkolódtál, és ezt inkább én nem is tudom. Pedig jó az ajánlat, mondjuk. De basszus, nem tudod fölfogni. Mert az összes történetet úgy, hogy van, hogy nyakadba öntötték. Az emberek nem így működnek. Én nemrég voltam egy konferencián, sokra beszoktam menni, néztem, hogy próbálják eladni a dolgokat, és basszus, olyan durván összezavarodtam mindegyiknél, hogy kezdődött a jó termék, úgy kezdtem úgy beleízelődni. Persze nem értettem mindent, de úgy már megfogott volna a dolog, de tényleg már úgy, nekem ez egy jó lenne. És akkor elég lett volna annyi információ, és valószínűleg bele is indultam volna az üzletbe, de utána kaptam olyan infokat, amik még nem nekem valók voltak, és azt mondtam, hogy oké, majd gondolkozunk rajta. Nem tudom, de voltam már ilyen helyzetben. Ha nem, akkor valószínűleg jó képességű rendelkező, nagyon nagy az agyad befogadó képesség, és valószínűleg, hogy te egy jobb képességű ember vagy, mint én. De az esetek több nagy százalékában azt látom, hogy az embereket bombázzák mindig valamivel, és túl sok az info, de hogyha egy pici info van, amit úgy tudod, így belekapaszkodsz, megérted, akkor tudsz egy
egy kötélre, mondjuk egy kötélre hasonlítjuk az egészet, ami vannak így csomók, akkor előbb-utóbb szépen lépésről lépésre föl tudsz menni a szikla tetejére. De te fölnézel a sziklára, azt mondod, hogy hát én három a lépcsőt megyek, hogy leesek, tehát nem bírom. Ezt így fogjátok föl, nálam ez ilyen. És hogyha ez így működik másnál is, akkor nem érdemes egy lépésről lépésre módszerrel megmutatni azt az ajánlatot, amin ha végigmegy, akkor kijön a siker. Csak gondoljatok ebbe bele, hogy ti hogy működtök. Néztem én amerikai guruknak különböző anyagait, ahol olyan srácok, akik különböző nagy marketingekben, mint MV, Herbalife, meg különböző helyeken nem voltak sikeresek, vagy nem annyira voltak sikeresek, amennyire lehettek volna, mert nem volt jó az előadó képességük még akkor, és azért véreztek el, mert nem volt meg a lépésről lépésre koncepció. Csak az volt meg, hogy nem kell semmit se csinálni, hozzá előadásra embereket, majd ott a színpadon meggyőzik őket. És ezek a úgynevezett először becsatlakozott vezetők, ezek azért voltak sikeresek, mert tulajdonképpen ők szerencsések voltak, jó helyen voltak jó időben, és tényleg működött számukra az, hogy elhívtak embereket konferenciára, felmentek a színpadra, mutattak egy-két dolgot, megmutatták a csekkfüzetüket, az emberek elájultak tőle. De az esetek többségében, akik egyre később csatlakoztak, ritkán álltak föl olyan emberek, akik, tehát tömegesen nem álltak föl olyan emberek, akik ezt meg tudták volna csinálni, és egy idő után, csak nézd meg, hogyha elmész egy rendezvényre, tehát, hogy most a hétvégén lesz is egy ilyen rendezvényed, nézd meg, főleg, hogyha már többször voltál ugyanazon a rendezvényen, nézd meg, hogy igaz-e egy bizonyos dolog, és el fogsz csodálkozni, hogy így van. Mindig ugyanazok az emberek vannak, max. Egy-két új vendég. Ne hidd el ezt nekem, tényleg komolyan, kérdezd meg a szponzorodat, biztos majd így fogja a fejét, és igazat fog neked adni. Én ezt tapasztaltam, visszanéztem, mondom, te jó Isten, miért van az, hogy elmentünk egy budapesti rendezvényre, jaj, nagyon izé, szépen, kiöltöztünk, nem is tudom, kicsoda, bementünk, tényleg etettük, itattuk az embereket, nem beszélve ugye egy pénzbe került ez mindig, föl kellett utazni, meg jó kemény jegyeket kellett ugye venni, meg még be is fizettünk embereket, hogy nekik ez ne kerüljön pénzbe, tehát ezt gondolom, tudod, hogy miről beszélek, és azt láttam, hogy emberek mindig ugyanazok az emberek vannak. Jó, lehet, hogy volt összesen mindenkinek, vagy minden ötödiknek egy vendége, de sokkal többnek kellett volna lenni. Sokkal többnek. Viszont azt látom, hogy ha online dolgozom, amikor elkezdtem online dolgozni, egyszerűen olyan idegen emberek kerestek meg folyamatosan, magyarul azokat az embereket már el tudtam vinni egy online konferenciára, akik oda tudtak figyelni, és gyorsabban tudtam ezzel fejlődni, és ezt láttam másoknál is. Viszont állandó változás van. És most mit látok az online konferenciákon? Nézzétek meg, ha nem nézzétek el. Mindig ugyanazok az emberek vannak. Max egy-két vendég. És tudjátok mi a baj? Hogy annak az egy-két embernek mit adnak el? Az egész koncepciót mindenestől, és szegénynek még meg volt az indítatása, akkor se lép komolyan, mert nem az ajánlattal van a baj, hanem az információnak a nagyon nagy tömkelegével. Ezért azt mondják az okosok, hogy érdemes csöpögtetve mindig egy pici információt adni, amit megért az ember, és mindig tovább menni, tovább menni, tovább menni. Na most erre ugye van a visszautasíthatatlan ajánlat koncepció lépésről lépésre, ami fel van építve olyan szinten, hogy mindig egy pici információt ad, amit ha megnéz az ember, megért, és akkor megy tovább a következőre. Még így is egy nagyon nagy szórás van, csak nézzétek meg, hogy akár ebben a csoportban, amiben most mi vagyunk,
Szerintetek, pedig ez egy válogatott csoport, hányan nézik meg azokat a videókat, amiket én mondom, hogy most épp a 17. videónál fogunk tartani, azt hiszem, vagy 16 vagy 17, de őszintén, szerintetek ebben a pár száz emberben, aki itt van, két csoportba tettem ezt be, hányan nézik ezt végig? Elmondom, mert a körülbelül ugyanaz az arány, mint amikor elmész egy konferenciára és visznek embereket, egyetlen egy különbség van, hogy ez nem kerül pénzbe, tehát nem kerül energiába se, hanem csak abba kell fektetni energiát, hogy újabb embereknek megmutassam én például azokat a videókat, amiket én készítek. És hogyha ezen elgondolkozik az ember, érdemes egyébként, akkor globális emberekből álló csoportnak, tehát a folyamatosan megújuló embereknek kell odaadni ezt a lépésről lépésre csöpögtetett koncepciót. De ez már semmivel, semmilyen energiát nem fog tőled vagy tőlem elkérni, mert önműködően az emberek meg fogják nézni, akik akarják. És ezekből fognak ki pottyanni az igen emberek. Nekem így vannak olyan emberek, tegnap is, tegnap előtt is folyamatosan, akik fölhívnak, szó szerint üldöznek, volt tegnap is egy ilyen, hogy vegyem már fel a telefon, mert akarnak velem beszélni, hogy pontosan mit kell, hogyan kell csinálni. De tudjátok, hogy miért hívnak föl? Nem azért hívnak föl, hogy magyarázzam el az üzletet. Azért nem hívnak föl, hogy magyarázzam az üzletet, mert pontosan tudják, hogy miről szól a dolog. Mert az ő saját lépésükkel, akkor, amikor ők akarták, megnézték azokat a videókat, amit én például egy adott üzletről csináltam. Nem kellett elmagyaráznom. Tudjátok, hogy mit kell elmagyarázni? És ez a titok az egésznek. Az, hogy ő hogyan tud ebbe sikeres lenni. Hát nem ez a visszautasítatlan ajánlat? Hogy te olyan dolgot adsz, mint az összes olyan üzletben lévő ember, mint mondjuk te vagy, de miért van az, hogy hozzád csatlakozzanak? Azért, mert te meg tudod mutatni azt, hogy ő hogyan legyen ebben sikeres. És ez a lépésről lépésre koncepció. Tehát én például azt tudok pluszba adni az én üzleteimben, hogy megmutatom az embereknek, hogy oké, megértetted az üzletet, érdemes csak ennyit megérteni belőle, vagy menet közben megérted a többit is, most ez a legfontosabb, amit megértesz belőle, és inkább a nagyobb hangsúlyt abba fektessük, hogy hogyan tudlak én téged sikeresíteni. Én úgy tudlak téged sikeresíteni, ha megmutatom, hogy milyen folyamaton menjél keresztül. Adok hozzá eszközt, ez neked nem kerül pénzbe, adok hozzá, ez egy weboldal egyébként, adok hozzá egy olyan menüsorozatot, amin ott vannak a cégeknek, a cégednek a saját történetei, tehát a termékek, a marketing rendszer, mindenféle olyan dolog, amit menet közben megnézel, de legelső az, és ez a legfontosabb, hogy minél több olyan ember tudjál behozni, aki egy picit megértett a termékből, vagy magából abban a koncepcióval, amit a céget képvisel. Egyébként ez az, hogy elhiszi neked azt, hogy az ő problémáját ez a cég meg fogja oldani, és utána rögtön egy olyan lépésről lépésre koncepción végig tud vezetni, amin megoldjuk az ő problémáját. Tehát én például, ha csatlakozol hozzám az én üzletembe, most ilyet nem mondom, hogy én melyikben vagyok, akkor én megígérem neked, hogy elkészítünk neked egy weboldalt, és neked csak annyi dolgod van, hogy azokon a lépéseken végig menjél, amiket én megmutatok. Ezek általában videók. Megtanítok én téged videóról dolgozni, és semmi más dolgod nem lesz, csak ezeket az embereket, akiket te szeretnél behozni, az adott módszerrel ezt megmutatni nekik. Tehát ez egy olyan visszautasíthatatlan ajánlat, ha ezt jól csinálod, ami nem a termékről fog szólni, hanem hogy kell ezt az egészet
megmutatni más embernek. Nem tudom, hogy idáig ezt így értitek-e. Ugyanis az a probléma, én azt látom, és ebből a problémából tudunk, hogyha rám hallgattok, egy igazi erőt kovácsolni, mert mondhatom azt, hogy ebbe a problémába nagyon sok házatépítő küszködik. Hogy oké, jó ez az üzlet, de hát, hogy fognak én hozzám ide csatlakozni, és tudod, nagy elánnal el akarod mondani valakinek, és ugye 10 emberből egy azt mondja, hogy oké, megpróbálom, és 9 meg azt mondja, hogy komplet idióta vagy. És ezt nem akarod. Én tudom, hogy nem akarod. És más se fogja akarni. Amit akarnak az, hogy oké, megértettem, hogy nem tiszta az egész, de úgy néz ki, hogy most ráfókuszálok, de már, ahogyan tulajdonképpen te teszteled az egészet, és már ugye lépésről lépésre haladsz végig a folyamaton, a te embereid is ugyanezeken a lépéseken mennek keresztül. Én ezzel a folyamattal építettem fel több hálózatot. Húha! Remélem nem lesz bosszúság. Nagyon viszket az orrom. Oké. Szóval csak így lehet elérni egy olyan nagy robbanást, mint amilyet szeretnének általában. És azt vettem észre, hogy akik végighaladtak ezeken a lépésről lépésre folyamatokon, azok a bármi történt is az adott céggel, mert előfordul. Nem estek kétségbe, mert tudták, hogy bármilyen cégre rá lehet ezt építeni. De mit akarok ezzel mondani? Én ajánlok neked üzletet, még egy üzletet akarod, vagy akármilyet, de megmutatom neked, hogy tudsz abban az üzletben sikeres lenni. Én ezzel tudok többet adni. És tudod, mi történik? Te is ezzel többet fogsz tudni adni. És lehet, hogy ugyanazt az ajánlatot, a te jelölted, már megkapta több helyről, és most szerencse vagy nem szerencse, általában olyan a kommunikáció, hogy nem értik meg, de te úgy kommunikálsz, hogy ezt megértik, akkor kihez fognak csatlakozni? Hozzád. Ez érdekes lehet a számotokra? Engem, megmondom, ez lenyűgözött ez a fölismerés, hogy oké, adjak többet, amennyit elvárnak tőlem, oké, megtanulom azt, hogy hogyan tudok egy visszautasíthatatlan koncepciót megmutatni az embereknek, tehát maga a koncepció az a visszautasíthatatlan, meg ki az a marha, aki visszautasítja azt, hogy oké, ez jó üzlet, de én most megmutatom neked, hogy kell csinálni. És a megmutatás az nem abból áll, hogy gyere el egy rendezvényen, majd én azt megmutatom mindenkinek. Ez szép, meg jó, meg működik is annak a 3%-nak. De mondhatom azt, hogy inkább tanulja olyan embertől, aki önmaga is hoz be embereket. Tehát, hogy neked olyan a vezető, hogy mondja, de ő nem hoz be embereket. Én nem tudom, az milyen vezető. Az csak szerintem prédikátor. Tehát én olyan vezetőre szeretek hallgatni, itt például az én szponzorom egy bizonyos üzletben. Állandóan hozza be az embereket. Az ő kis módszerével, hol itt van, hol ott van, beleépíti az életébe az üzletet, és hozza be az embereket. Joe Girard, egy nagyon híres ember, számomra nagyon hiteles ember, ő a Guinness Rekordok könyvében benne van a legtöbb teherautó, illetve sima személyautó mai napig is tartja a legtöbb eladást. Ő mondta azt, hogy nézd meg, kire hallgatsz. Az, aki csak mondja, vagy aki csinálja is. Ezt csak úgy zárójelben mondom. Most lehet, hogy nagyképűnek gondolsz, hogy de én hozom be az embereket, és megmutatom nekik, hogy ők is hogyan hozzák. Én rendszereket építek. Olyan rendszereket, amik visszautasíthatatlan koncepciókat tartalmaznak egy adott üzletre. Oké, akkor térjünk rá, mert gondolom, kíváncsiak vagytok, hogyan áll ez az egész rendszer össze. Na, tulajdonképpen ez egy videokommunikációból áll. Most mondhatod azt, hogy na már megint rá akar a Willi bennünket, hogy egy videóban mondjunk dolgokat. Hát mondhatnám azt is, hogy írjál, de hidd el nekem, nem látok olyan embert, akiből ne lehetne kihozni az állatot.
Én tudtam olyan emberekből is kihozni az állatot, akik tökre ilyen nagyon, alig mertek megszólalni, és az egyik legjobb szónokgárdát sikerült kinevelni belőlük. Mert sikerült velük megértetni azt, hogy ők értenek ahhoz, hogy lelkesen elmondják, amivel ők foglalkoznak. Tehát általában azok nem tudnak videót készíteni, akik saját magukkal nincsenek rendben. Tehát, hogyha mondjuk te nem vagy rendben magaddal, vagy félsz attól, hogy meglátnak, vagy egy csomó dolog van ott a háttérben, a hiedelem rendszerednél van egy probléma, akkor először nézd meg, meg kell kicsit kreálni magadat. Ha nem akarod annyira a nevedet adni, akkor add a hangodat. Én tudok olyan vezetőről, aki nem akarja a nevét adni, vagy a nevét azt adja, csak a képét nem, akkor takard le a vizét. Fogod magad, csinálsz egy ilyen hanganyagot. Így ezt ide teszed mondjuk, hogy valamilyen, mondjuk legyen stílusos, ilyen delfines legyen, hogy valahogy nézzen ki a dolog, így. És akkor nézd meg, hogy mi a különbség. Most én dumálok hozzátok, aztán láttok valamilyen képet, vagy lehet fényképet is kirakni, amit te vagy, bár ha nem akarod az arcodat adni, akkor de látjátok, hogy ez csak egy hanganyag. Mennyiben másabb, hogyha csak a hangomat hallod, vagy látsz engem, és így a szemembe tudsz nézni. Mert az emberek, ha látják rajtad azt, hogy te ki vagy, és így a szemedet fogják nézni, mondjuk az én szemem elég illuminált, hogy a náshátodát nézzetek el, de belülről az érzet, hogy akarok neked segíteni, és az emberek azt látják, hogy te tényleg akarsz segíteni, akkor fognak hozzá csatlakozni. Tehát először is én ajánlom, hogy barátkozz meg ezzel a dologgal, mert nagyon sok jó dolog fog veled történni. És az első az, hogy elmondasz. Tehát négy lépcsőben áll egy ilyen videomarketing egyébként, egy ilyen visszautasíthatatlan ajánlat. Az első az, hogy elmondod a nagy ötletet. Tehát azt az ötletet, ami te képviselsz. Tehát például nekem a nagy ötlet az, hogy egy olyan társadalmat hozzak létre, ez lehet ezt így mondani, akik fölemelik a magyar network, vagy a nemzetközi network jó hírét, és tényleg egy olyan módszerrel dolgoznak, ami nem ez a nyomulós. Tehát egy olyan társaságot létrehozni egy bizonyos módszerrel, amivel mondjuk nyomulásmentes kommunikációt tudunk mi networkerek véghez vinni. És erre van nekem egy nagy ötletem. Ezt ugye szoktam mondani, sőt, folyamatosan csinálok ilyen ötlet videókat. Mindig lesz egy. Tehát legyen egy nagy ötleted. Ez az ötlet, ez például lehet egy olyan, amit én most javaslok nektek, hogy van egy üzleted, ami nagyon jó ajánlatot tartalmaz, és találtam rá egy olyan koncepciót, amivel te tudod ajánlani ezt az üzletet. Tehát van egy üzleted, és a nagy ötlet az, hogy te találtál egy olyan módszert, amivel nagyon gyorsan be tudsz hozni embereket. Ez egy jó ötlet, nem? Ez így sokan rámozdulnak egy ilyenre, mert ez egy segítség. Akkor a következő videóban például, ez természetesen már egy blogba írod, egy ilyen áttekintés van. Az áttekintés azt jelenti, hogy elmondod, hogy te hogyan találkoztál egy adott üzlettel, mi volt az, ami téged megfogott, ha termékes vagy, akkor mi volt az a termék, amivel mondjuk az egészséget helyre jött, tehát amiről tudsz lelkesen beszélni. És itt sokan meg fognak bukni, mert hogyha úgy csatlakozol egy üzlethez, hogy nem használod, akkor hogy a jó francba tudnál róla lelkesen beszélni? Úgy vedd meg, mert neked az jó lesz, de hát én még nem vettem meg, tudod, az ingyenes regisztráció, úgyhogy regisztrálj be ingyenesen, én is beregisztráltam, majd itt nagy sikereket fogsz elérni. Tudod, így vannak nálam is ingyenes regisztrációs lehetőségek, de ez teljesen más aspektusban van, azért, hogy egy struktúra gyorsan felépüljön, akinek rögtön nyomom az információt, hogy tud sikert elérni, egy minimál regisztrációval például.
De tehát legyen a második videóban egy áttekintés, egy saját sztori, ami már tulajdonképpen az előzőbe is lehet, tehát itt több sztoriról is mondhatunk, tehát beleszőheted a nagyobb sztoridat is, mert ugye kell kreálnod egy saját sikertörténetet. Tehát az első az, és itt sokan megint elvéreznek, hogy és szólnak nekem, hogy Vili, itt egy üzlet. Hogyan tudnám én ezt így népszerűsíteni? És akkor én mindig elcsodálkozok ezen a kérdésen, hogy tehát van egy nulladik típusú kérdés. Mi az eredmény a terméken? Tehát mit ettél meg belőle? Mit fújtál, mit kentél, vagy mit fektettél be? Vagy tehát mi a teszt eredményed? Hát az még nincs. Mondom, akkor hogy induljunk el? Hát olyan, mintha rögtön negyedikbe akarnád az autódat elindítani. Nem fog működni. Mondhatok én nem varázstudományokat, de soha nem fog elindulni az üzlet, mert nincsen tapasztalat. Ajánlhatod a világ legszuperebb üzletét, basszus. Mert nincs tapasztalat, mutathatsz embereket, akinek van tapasztalata, mert szoktak ilyet csinálni. Én nem mondom, hogy nem tudsz elindulni, de basszus, nyomjál bele energiát, meg időt, hogy legyen egy saját sztorid. Hidd el nekem, annál hitelesebb nincs. Mikor te el tudod mondani a saját sztoridat, és meg tudod mutatni, és át tudod tekinteni, ugye, hogy ezért mondom a második videónak a cím, hogy áttekintés, mert ott tud veled azonosulni az az ember, aki megérti a te üzenetedet, a te megoldásodat megérti, mert megoldáscentrikus videókat kell ugye csinálni. Na most, hogyha például mondjuk mindig termékről beszélek, vannak ezek a úgynevezett divatos pénzügyi cégek, amikor X mennyiségű pénzt, ugye, hogyha beteszel, akkor az a pénz hogy fog dolgozni, nem jól kommunikálják az emberek. Tehát mindenféle ilyen hozamokról beszélnek, meg hogy ez majd mennyit fog hozni, meg ilyen álomdolgot kerítenek a különböző ilyen üzletekben, nem jó kommunikáció. Több okból nem jó, mert itt már megtámadhatnak benneteket, hogy most te hozamokról beszélsz meg. Olyan, mint hogyha táplálékkiegészítőnél gyógyításról beszélni, nem szabad. Mindig saját sztoriról kell beszélned, de amikor ezeket a videókat is készíted, mindig benne legyen a gondolkodásodban az, hogy ez egy visszautasíthatatlan üzenet legyen. Tehát visszautasíthatatlan null igent kell, hogy bólintsanak az emberek rá, mert akkor tudsz sikert elérni vele. Mondok egy példát. Most egy nagyon jó üzlet, amit én is sokáig nem értettem. Állandóan bombázom a szponzor, hogy fiam, ezt még nem értem, ezt is, hogy oké. Számolok, tudod, a network marketingben az fog sikeres lenni, az egyébként elmondom, aki jó matekos. Aki számolni tud. Tehát a pénz az ugye számokból áll, nem úgy ilyen hogy valami, és akkor majd valamit csinálsz, tehát ilyen megfoghatatlan valami, hanem számokból áll. És te egy network marketinghez az azért csatlakoztál, bármilyenhez is csatlakoztál, mert basszus pénzt akar csinálni, nem? Tehát nem azért, mert jaj, de szépek ezek a termékek, meg ugye el lehet állni tőle, hogy jaj, de jó, de kistük, kellem magamat, meg most van ez a beat. Jaj, nem tudtam kikapcsolni. Elnézős. Oké, most ezt bekapcsoljuk. És ezt meg kivőjük. Vannak ilyen elfelejtett dolgaim. Ez viszont egy jó telefon, de mindegy majd. Vagy jó hívás, csak majd visszahívom. Szóval, én is teszem, mert mindjárt erek megint. Szóval ott tartottam, hogy tehát mindig, amikor csinálsz egy videót, akkor benne legyen a visszautasított az ajánlat üzenete. És ugye vannak ezek a különböző, mint például a Bitcoint az elébe említettem, hogy nem jól kommunikálják az emberek, hogy lesz abból pénz. Még nem jól kommunikálnak nagyon sok mindent, és az emberek nem fogják megérteni. És visszatérve, én is benne vagyok most, nem is kommunikáltam még az adott üzletről, tehát addig nem érdemes kommunikálni egy bizonyos üzletről, amíg a teszteredményeket
odáig el nem jutsz, hogy be tudja szíveddel robbanni. Egyébként én egy olyan másfél órával ezelőtt esett le a tantusz egy bizonyos üzletnél, hogy a jó égbe, hogy kell ezt kommunikálni, hogy kell erre ráépülni normálisan, hogy ebből nagy durranás tudjon lenni. Nekem is néha le kell esni a tantusz, te is így fogsz járni, hogy elkezdesz tesztelni a dolgokat, és addig fölösleges is róla kommunikálnod, ameddig meg nincs az a szikra, ami be tud gyújtani, mert utána azzal fogsz tudni, ahol a szikrával fogsz tudni kommunikálni, az a szikra fogja majd beindítani a jelöltedet is. Szóval visszatérve, ugye matekozni kell. És most üljünk le egy picit. Benne vagy egy adott üzletben, és ugye pénzét csatlakoztál, akkor ha pénzét csatlakoztál, akkor kezdj el matekozni. Ugye van a saját termék, aminek valamilyen hozadéka van. Na most itt megint kicsit meg kell állnom, mert hogyha te termékes vagy, tehát ilyen táplálékkiegészítővel foglalkozol, akkor ugye ki kell adnod pénzt, meg kell vásárolnod a terméket, és hát nem szó szerint veszik el az akkori pénzt, hanem ugye megeszed, és tapasztalatod lesz, amit majd pénzért tudsz váltani, de eznek idő kell. Tehát magyarul mondhatom azt idézőjelben, hogy az a pénzed, az, hogy kiadtad, elkötötted, jó van, kész. Ez egy befektetés. De az már nincs. Megetted, lesz bele tapasztalatod, de mint pénz, az ott nincs, mert azt be kell generálnod tapasztalatba, és hogyha jó a tapasztalatod, akkor fognak majd rendelni, és akkor is egy árköztes, ami a termék meg az eladási ár köztes, akkor fogsz pénzt keresni effektíve. Nem akarok ezzel most így végigmenni. Ugye vannak ezek a pénzügyi cégek, amikor beteszel pénzt valahova, és az a pénzed ott dolgozik. És például most gondolj bele, hogy beteszed majd mondok ilyen üzleteket, csak most nem, majd később, amikor beteszel pénzt, és dolgozik az a pénz, és tanuljatok meg egy jó szakkifejezést, részesedést kapsz a pénzed után az adott cégből. Tehát nem hozam van, úgy, mint hogy nem gyógyítok a táplálékkiegészítővel, hanem részesedést kapsz az adott tőkéd, vagy pénzed után, tehát részesedést. Na most ez azért fontos ilyen dolgokat tisztázni, mert a videóban ezt is beleteszem, és elkezdesz matekozni, és ajánlom, hogy érdemes így akár leülsz, vagy én videóban fogok matekozni, mert azt könnyebb megmutatni embereknek, hogy hogyan lehet az, hogy mondjuk X összeget beteszel egy adott üzletbe, és az a pénz az adott intervallumnál mennyi részesedéshez lesz belőle. Az embereknek a többségén azt látom, hogy leül, és ha megérti, hogy mennyi pénzből mennyi az, ami manifesztálódik, akkor ha ezt pici pénzzel megérti, akkor észre fogod venni, hogy jön egy őrült, olyan, mint én, és azt mondod, hogy figyelj, akkor merjünk nagyobbat álmodni. És akkor ezt csak észreveszed, hogy egy nagyobb összeggel regisztrál alattad. Vagy nagyobb összeg az, amit ugye beteszed az adott cégedbe. Na most ez a videó, amit én így mondok nektek, ugye a lépésről lépésre videó, ez egy ilyen áttekintés, mini videókról van szó, mert az a lényeg, hogy picike információt adni át az embernek. Mert ha megérti a te üzenetedet, hogy miért érdemes hozzá csatlakozni, megérti azt, hogy te segítesz neki, és megérti az egésznek a matekját, ezt írhatom, hogy matekját, akkor ezeket az embereket nem fogjátok tudni levakarni magatokról. Mert akar egyre többet, 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 és hál' Istennek nem fog téged zaklatni, mert ugye nem szabad megállni ugye a tanácsadásba. Én is mindig minden nap csinálok egy videót, és én azokkal az emberekkel szeretek dolgozni, akik megnézik ezeket az anyagokat. Hát most minek mondjam el én
személyesen még mindig azt, amit meg tud nézni videóban. Én mindig meg szoktam kérdezni, hogy figyelj, oké, beszéltünk személyesen, tehát semmi akadálya, de nézd már meg végig ezeket a videókat, mert ebben benne van egy csomó információ, ami szerintem végigvisz, és hogyha azon felül neked még lesz kérdés, akkor azt beszéljük meg. Az esetek többségében már az emberek egyébként akkor hívnak engem, és téged is akkor fognak hívni, amikor ők tudják pontosan, hogy már mi a koncepció, és meg fogsz lepődni, hogy oké, Vili, azért hívlak, mert most ezt szeretném kezdeni az üzletet, vagy oké, Józsi, akkor azért hívlak, mert ezt szeretném kezdeni az üzletet. Tulajdonképpen már be is regisztráltam, és most csak azért, hogy esetleg segíteni a befizetés végigvinni, de egyébként azt is meg tudom a videók alapján csinálni. Hangsúlyozom, meg is tudják, de igazán már azért akarnak veled beszélni, hogy szeretnének valahogy a közeledbe kerülni. Ez a tapasztalat. És ez nagyon jó érzés. És képzeld el még, hogy úgy fölhív egy ember, hogy akar veled találkozni, és mondasz neki egy pár szót, és tényleg egy igaz barátság alakul ki. Szóval, megállok egy picit, mert lehet, hogy sok az információ, meg kicsit száraz is, meg egy kicsit illuminált állapotban vagyok ebben a náthában, de remélem, hogy ő azért átmegy, amit szeretnék mondani. Oké. Tehát megint menjünk vissza egy picit, ugye első videó nagy ötlet, a második videó egy áttekintés, hogy te hogyan tapasztalod ezt az egészet. Harmadik videó tulajdonképpen arról szól, hogy adsz egy társadalmi bizonyítékot, ez legyen főleg a tiéd, vagy más embernek a tapasztalatát is meg tudod mondani. Ugye ezekben az anyagokban legyen az, hogy te segítesz azon, hogy ő is végig tudjon menni ezzel a lépésről lépésre technikán. És ugye a következő videó legyen egy lezárás. Tehát az a zárás, ahol tulajdonképpen végig tudod vinni, hogy be is tudjon regisztrálni, befizetni. Végig kell, ez általában ilyen asztalmegosztásos képernyőrögzítés, inkább úgy mondom, videókat szoktam erre csinálni. Hogyha végigmentek az én weboldalaimon, akkor látjátok, hogy mindig van első lépés, második lépés, harmadik lépés, és a végén ott van ugye a lezárás, és ez nagyon-nagyon fontos, mert nem zársz le, akkor nem lesz a regisztráció, és nem lesz pénzed. Nagyon sok internetguru, vagy nagyon sok vezető mondja azt, hogy sokszor azt látja, hogy a disztribútorai nem mernek lezárni. És jaj, halleluja, nagyon jó termék, nagyon jó marketingrendszer, tényleg minden nagyon jó, és nem merik kimondani az árat. Azért, mert azért valójában őszintén egy network marketingben lévő ár, az azért húzós szokott lenni. Azért, mert az értékes termék. Még mondják is, hogy nem drága ez, hanem értékes. Igen, ezt nem lehet boltba megkapni. És ugye onnan ki kell fizetni valamilyen jutalékot, tehát az ilyen magasak az árak. De egyébként network marketingben kapható termék, ez mind nagyon jók, főleg, hogyha jó a cég. De ezért van egy gát is benne, hogy nem merik az emberek kimondani az árat, hogy hát jó, és akkor tudod, egy nagy levegő, ez ennyibe kerül, tudod. Nem oda, ez ki fogja helyetted váltani azt, hogy figyú, itt vannak a csomagok, ez nem tudom, 100 euró, ez 300 euró, ez 500 euró, ez 1000 euró, és érdemes úgynevezett csomagok ajánlatokba gondolkozni. És tulajdonképpen a lezárás videó, ez hogy nem tudhatod, hogy a jelöltednek a fejébe mi van. És az a baj, hogy az emberek többsége a saját fejükkel kezdenek el gondolkozni. Hát lehet, hogy ennek az embernek nincs is pénze, mert nekem sem volt annak idején. Aztán hát örülök, hogyha megvesz egy kisebb csomagot, mert az is nagyon jó lesz. Tudod, így, és az esetek többségében így gondolkoznak. Nem tudhatod, hogy mi van. Nem tudhatod, hogy ő lehet, hogy már nem ér rá arra, hogy most lacafacázzon egy 100 euróval. Jó, akkor indulunk egy 1000-rel, leresztek, utána belenyomunk még többet, vagy egy 5000-rel. Nem tudhatod. Vagy lehet, hogy mit tudom én, nincs mondjuk pénze, mert olyan állapotba kerülhet, mert vannak ilyen élethelyzetek, de közben van egy csomó ismeretségkörre, akinek viszont pénze van, és arra gondol, hogy
Oké, jó a termék. Itt mutatnak egy olyan lépésről lépésre koncepciót, amit hogyha megértettek az emberemmel, akkor ő ezt is meg fog érteni, és fölgyullad a lámpa nála, és ő bele fog tolni egy 5000 eurót, vagy 10 000 eurót, vagy 50 000 eurót. Tehát nem tudhatod, hogy mi van a fejébe. Ezt úgy lehet kikerülni, hogy ott vannak a videóban a csomagajánlatok. Majd ő választ. Ilyenkor lehet fölgyorsítani a dolgot, hogy odaírod, hogy nekem ez a csomagom van most. És azért van ez a csomagom, mert ezzel egy turbalizációt, tehát nagyobb létrébe tudok fejlődni. Mondok egy nagyon jó visszautasítatlan ajánlatot. Ezt, most dolgozom ki egyébként, és most benne lesz már egy videóban, mert ráhúzom az egyik üzletre, nagyon tetszik egy üzlet, és már most minden már klappol, és arra gondoltam, hogy ahelyett, hogy én egy hatalmas marketinget lenyomnék, és mindent megmutatnék, akkor ahelyett én ezt a koncepciót fogom megmutatni. Mindjárt megmondom, hogy ez miért van. Ugye van egy üzlet, ami nekem nagyon tetszik. És ebben az üzletben ez egy olyan szenzációs dolog, hogy többfajta olyan termék van, amiből nagyon-nagyon sok jutalékokat lehet. De mivel én sem értettem meg először, hogy most hogy van ebből, hogy van. Láttam, hogy van marketingrendszer, meg oké, csak mindig az jut eszembe, hogy én ezt hogy fogom ajánlani. És arra gondoltam, hogy hogyan tudnám én ezt úgy ajánlani, hogy abban a pillanatban lefagyjon az ember, aki ezt megnézi, hogy azt a jó szentségit. Ez nekem kell. Basszus, adjál már valami linket, azt regisztrálj. Ja, itt egy regisztrálj, ja, már fizetésben. Képzelje, most őszintén, képzelje egy olyan 10 perces anyagot, amit meglát az embered, ilyen nagy szemekkel, kitágult szemmel, Atya Mária, el tudod, így felrobbant tőle. Ugye szeretnél egy ilyen videót? Ma meg fogod látni. Én csinálok ma. Most készül. De azért mondok belőle egy-két olyan dolgot. Képzeld el azt, hogy ugye miért csatlakozunk egy network marketing céghez? Azért csatlakozunk, hogy pénzt csináljunk. Oké. De ez nem elég, hogy hát én most olyan pénzt kell. Tudod? Mert a vonzástörvény az akkor fog működni, amikor konkrétan megadod, nekem kell 100 000 forint, nekem kell 500 000 forint, nekem kell 1 millió forint, X idő intervallum. De akkor kezd beindulni a megoldás törvénye, meg a vonzás törvénye. Jó, de ezt nem minden ember tudja. Akkor meg kell nekik mutatni. Nem tudod, mi van a fejében? Oké. Akkor vannak különböző csomagok, és mondod, oké. Hogy tudsz csinálni 100 000 forintot? Vagy legyünk egy picit kisebb. Hogy tudsz csinálni mondjuk 40 000 forintot? Most mondtam egy összeget. És akkor megmutatod a videóban, hogy tudsz csinálni 40 000 forintot. Kész. Hogy tudsz csinálni 100 000 forintot? Megmutatod a videóban, a csomagban, hogy tudsz a cégeddel egy 100 000 forintos jövedelmet elérni. Ugye egy havi szintet mondok. Akkor beraksz egy olyan csomagot mondjuk, ami ki tudja váltani mondjuk az ő mostani munkahelyének a jövedelmét. Mert csinálsz egy ilyen Jolly Joker. Elkezdesz gondolkozni, hogy hát, mennyi lenne az az összeg. Hát én ezt most olyan minimál bér határára teszem ki. Én nem is tudom, most mennyi a minimál bér, ne kövezzetek meg, hogyha rosszat mondok, mondjuk van 150 000 forint? Ha nincs, akkor ne szidjatok, ha már ennél több, akkor meg örüljetek. De mondjuk, ha tudna az a csomagod egy minimálbért, ami tegyük fel 150 000 forint, ajánlani, akkor úgy érdekes lehet sok embernek. Most úgy játszatok el a gondolattal. Mondom, teljesen mindegy, milyen üzletben vagytok, ha termékes, akkor nézd meg, hogy hány terméket kell az értékesíteni, meg milyen jutalékból áll össze, hogy te mit tudom, egy minimálbért tudjál adni, hogy ki tud váltani az adott egy kategóriai jövedelmet. Akkor mondjuk legyen egy nagyobb lépték, mondjuk 500 000 forintot, mennyiért lehetne, vagy mit kell azért csinálni, lépésről lépésre levezetni. Vagy ugye
Mondhatok egy álomfizetést, ami ugye 1 millió forint mondjuk. Hát erre is csinálni kell egy úgynevezett portfóliót, hogy mit kell azért csinálni, hogy 1 milliót keressél. Na most ezt hívják úgy matekozásnak. Na most én tapasztalatból mondom, hogy az emberek meglátják a matekot, be tudják helyettesíteni az ő kis lehetőségeiket, pénzügyi lehetőségeiket, ők ki tudják találni, hogy most hogy ők be tudják magukat kategorizálni, és utána dönteni fognak. Ezzel frankon le lehet zárni az embereket. Ott lesz a regisztrációs link, hogy regisztrálj be, itt tudod megvenni a te saját léptékednek megfelelő csomagot. Tapasztalatban mondom, sikerült ezen végigvinni embereket. Én soha nem kerestem meg így embereket direktbe. Ha meg is kerestem, akkor egy visszautasíthatatlan videóajánlatot adtam. Erre is megtanítanak meg benneteket. De az eredmény, és itt az eredmény a lényeg, a múlt héten is, tegnap is, azelőtt való héten is, kategóriának megfelelően csatlakoztak emberek. Volt, aki csak 100 euróval csatlakozott egy üzlethez, volt, aki meg 3500 euróval, volt, aki 7000 euróval. De nem én mondtam, hogy ennyit tegyen be. Ő kategorizálta be magát. El tudjátok ezt képzelni, hogy mekkora áttörés tud lenni egy network marketingben? Hogy nem te mondod meg, hogy most ő melyik kategóriába. Hogy jössz te ahhoz? Hát nem. Hanem ő bekategorizálja magát, és kijön egy olyan érdekes dolog, hogy nem szíthat utána téged. Nem. Bármi is lenne, ő döntött. Ő csinálta, nincs benne manipuláció, mert lehetőséget mutattál. Ez olyan, mint hogy vannak kaszinók, Las Vegasban, nem tudom, voltatok-e már. Bemennek emberek a kaszinóba, és tudnak választani. Van, aki a rulettet szereti, van, aki meg itt a blackjacket, van, aki meg mit odaül az egykarú rablóhoz, fúj, benyomja, és akkor nézik, hogy a szívecskékkor találkoznak. Én voltam ki Las Vegasban, és ott ültem az Excalibur hotelba, vártam a barátaimat, aztán mondom, hogy megnézem már a kaszinóba, hogy az emberek mit csinálnak. Néztem a szemüket meg, hogy hogyan agyalnak. És akkor látom, hogy bejön, már látom rajta, hogy milyen kategória lehet, hogy van kiöltözve, és az adott asztalhoz ült le. Akkor bejött megint egy emberke, az rögtön az egykarú rablóhoz ült. Tehát, és akkor elkezdték ugye a játékot. És nem hibáztathatták a kaszinót, ha veszítettek. Meg hogyha nyertek, akkor meg ugye mindenki látta, hogy nyertek, akkor megtapsolták, csindadratta volt, akinek tűzjáték is ment. Nagyon érdekes egyébként bemenni így egy kaszinóba, ilyen szemmel nézni. Én nem vagyok ilyen kaszinós egyébként, csak úgy láttam, hogy az ilyen hogy működik. És ugyanez van így a network társadalomban is, hogy meg mindenhol, hogy van egy kirakatod. És most az emberek eldöntik, hogy ők mit szeretnének. Ha azt mondják, hogy első osztályú árut akarnak, akkor a drágából vesznek. Van, aki a kínai cipőbordot választja, mert ő neki olyan, ő úgy kategorizálja be magát. Van, aki a repülőn első osztályra vesz jegyet. Van, aki két jegyet vesz, mert olyan rúci, hogy nem fél egy. Mindig megadják az embereknek a választási lehetőséget. Hát képzeljétek, hogy működne az, hogy te menni akarnál egy repülőn, és akkor mondanám neked a csapkolónál, hogy hát egyetlen egy lehetőség van, első osztályra kell venni egy egyet, és akkor elkérdezed 5000 eurót. Hát hogy? Hát hogy dönti el te helyetted, hogy ő ezt el kell el akarja adni? Vagy képzeld el, milyen lenne, hogy mondjuk dúsgazdag vagy, te neked az kell, hogy mindenhol kiszolgáljanak,
kényelmesen utazzál, és oda mennél egy csákolóhoz, és akkor úgy szó szerint így lealáznának, hogy hát akkor ez maga ez a kategória, mert ezt nem lenni szépen fölöltözve. És akkor így lealáznának, hogy magának csak ez a jegy jutott, itt van egy fizessen ki, meg másik véglet. Én voltam úgy, hogy mentem egy autókereskedésbe, és meg szerettem volna venni egy autót, csak épp akkor újítottunk fel egy lakást, és tök ilyen izében voltam, ilyen festékes ruhában, bár nem voltam koszos, csak úgy voltak pöttyök rajtam, meg úgy látszott rajtam, hogy nem egy gazdag kategóriába tartozok akkor így. És hát olyan flagmán bántak velem, meg ilyen, láttam, hogy nem is foglalkoztak úgy velem, meg olyan, lenéztek így szó szerint. És utána nem volt kedvem már visszamenni ugyanabba a szalomba, és elmentem egy másik szalomba, ahol meg egy másik eladó volt, ahol nem a ruhámat nézte, hanem mondtam, hogy szeretnék vásárolni egy autót, és akkor milyen a lehetőség, milyen, és akkor kiszolgáltak. Nem azt nézték, hogy én most milyen ruhában vagyok. Aztán ugye visszamentem az előző szalomba fölöltözve, de csak azért mentem vissza, hogy mondtam, hogy ne haragudjon, már múltkor voltam bent, és most vettem egy autót, nézze, itt ott van kint, és ezt itt szerettem volna megvenni, és nem tudom, mennyi jutaléktól esett most el. Nagyon sokszor sok barátom eljátszott ezt. Volt, aki Jaguar Service-re ment így be, vagy Jaguar boltba ment így be. Tudnék ilyen horrorisztikus történeteket mesélni. És azért mondom ilyen kicsit ilyen lassan, meg szájbarágosan, meg ilyen, lehet, hogy unod is már, hogy ne kategorizáld be a leendő vásárlóidat, hanem adj nekik egy visszautasíthatatlan ajánlatot, amit majd ők fognak elfogadni. Ha bekategorizálja magát egy 100 euróba, akkor 100 euróba. Ha 3500, vagy 5000, vagy 10000, vagy 1000 euró, akkor annyiba. De mindenkit úgy kezelje, hogy potenciális, nagy tőkével rendelkező ember. Mindenkit úgy kezelje. Mindenkivel kedvesen. És mindenkinek ugyanazt azt a mentalitást ad. Ezek tudom, hogy lehet, hogy már tudod, meg lehet, hogy már ezt ebben tisztában is vagy, csak teszem fel a kérdést, akkor miért nincs az, hogy tömegesen csatlakozzanak az emberek? Miért nincs ez? Azért, mert nincs benne ez a visszautasíthatatlan ajánlat. Én ajánlom egyébként így csoportoknak, én is ezzel foglalkozok folyamatosan, hogy fölírod magadnak, hogy visszautasíthatatlan ajánlat, és gondolkozzatok ma ezen, hogy hogy, és akkor oké, akkor hogy állítom össze, mert négy ilyen, egy ilyen videót kell tulajdonképpen megcsinálni, legalábbis én így gyártom, négy részből álló, ami azért négy rész egyébként, mert ne legyen hosszú. Tehát négy videóban meg tudod mutatni a komplett döntési lehetőségre való ajánlatot. Elsőben még lehet, hogy nem, de négy impulzus alapján így föl tudod építeni. Akkor bekapja a horgot, csúnyán beszélek, megkötődik az üzlet, és elindul. Úgyhogy hát remélem, hogy megértettétek ennek az ívét, ennek a nagyszerűségét, hogy ha ebbe gondolkodik az ember, és tudsz adni egy olyan ajánlatot, hogy te meg tudod mutatni, hogy ő hogyan legyen sikeres, és le tudod zárni a végén, akkor egy nagy üzletet tudsz fölépíteni. Egyébként nagyon sok kört kell futni. Érhetsz-e így is sikereket, hangsúlyozom, mert vannak ilyenek köztetek, de én azt látom, hogyha megtanítjuk az embereknek azt, hogy a visszautasítatlan ajánlat koncepciót, akkor nagyobb sikert tudnak elérni. Oké, ő... Egy óra azt eltelt, remélem, hogy tudtam nektek segíteni, és hát holnap folytatjuk megint, hozok nektek valami jó kis csemegét. Gyártsátok a visszautasítható ajánlatot. Sziasztok, a teremtő erő legyen veletek, és holnap találkozunk 9-kor.